szerintem nem is nálam kezdődött a zenei előélet, hanem talán a nagymamámnál. Az orosz nagymamámnak, illetve anyukám anyukájának van egy ikertestvérhe, ők egypetélyű ikrek, és fiatalkorukban, ilyen 20-as éveikben, vagy hát talán még korábban is, sokat jártak fellépni. És hát népdalokat énekeltek, természetesen oroszul, egy harmonikás kíséretében, és mikor férjhez mentek, akkor hát megbeszélték a férjeikkel, hogy hát ez eddig tartott, innentől kezdve most már a családé lesz a szerep, és ők családanyák lesznek. És lehet, hogy valahogy ez így belém szorult, vagy átszállt rám ez a fajta ének szeretet. És én a mai napig művelem, és hát az a jó, hogy valahogy bennem meg már szakmává vált. Amikor évekig nem tudtunk kimenni Moszkvába, ugye ott él, de tartottuk a kapcsolatot mindig is, most már egyre sűrűbben járunk hozzá, de hát vannak ilyen közös születésnapok, most már egyre kevésbé, mert már sajnos nagyon idősek mind a ketten, de még emlékszem olyan születésnapokra, amikor összegyűltünk, átjöttek a szomszédok is, és akkor egy komoly többszólamú dalokat énekeltünk együtt, ők ketten, anyukám, meg én, meg a szomszédnő, úgyhogy így nagyon, nagyon erősen megmaradt ez bennem, és vannak is erről felvételek. Ой, дани вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось, будто бы конь мой вороной. Разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной. Разыгрался, расплясался, ой, разрезвился подо мной. Kölcsey Ferenc általános iskolába jártam, a 16. kerületbe, ahol laktunk, és ez egy zenei általános volt, ahol nagyon sok gyerek tanult hangszeren, de nekünk nem volt lehetőségünk hangszert vásárolni abban az időben, és ezért úgy alakult, hogy mondták, hogy én muzikális vagyok, és nekem a hegedűt ajánlották, csak hát nem lett volna, tehát nem volt olyan anyagi helyzetünk, hogy ezt meg tudtuk volna engedni magunknak, és maradt az éneklés, az viszont bármikor lehetett gyakorolni. Ugye énektanárhoz csak ilyen 17-18 évesen mentem, mielőtt felvételiztem volna a Színművészeti Egyetemre. Akkor kerültem ilyen szempontból a helyemre, amikor felvettek a Színművészeti Egyetemre, és akkor találtam meg a mesteremet, Bagó Gizellát, akivel azóta is nagyon sokat dolgozunk, és ő az ember, az egyetlen ember, akire rámerem bízni a hangomat. Egyáltalán addig nem képeztem a hangomat, és nagyon fiatal voltam, és igazából ott tényleg ott találtam rá arra az emberre, aki azóta is a hangomat karban tartja és képzi. Mindennevő voltam mindig is, tehát hogy mindenkit megpróbáltam leutánozni, és valahogy attól, hogy a Gizella olyan alapokat, tehát ő a klasszikus alapokat tette le, és azt hiszem, hogy ez egy olyan erős bázis, amiben lehet kapaszkodni, hogy innentől kezdve úgy éreztem, hogy biztonsággal tudom használni különböző műfajokban a hangomat.
sok olyan énekvizsgám volt, amin elbuktam, tehát mondhatom, hogy nem sikerült úgy, mert klasszikus dalokat, Mozartot kellett énekelni, és mondtam, hogy én aki francia sanzonokkal kezdtem, mert ugye ahhoz úgy éreztem, hogy nem kell hangképzés, tehát hogy van pár hang, lehet ezt az erős mellhangot, ami nekem amúgy is megvolt, amit a nagymamámtól örököltem, amúgy is megvolt, és ugye a népdalokat és a francia sanzonokat nagyon könnyedén lehetett ezzel énekelni. Én azt hittem, hogy nekem ennyi lesz, tehát hogy ennyi az énektudásom, és hogy ezen már nem érdemes dolgozni, mert úgyse lesz belőle semmi. És akkor ő elhitette velem, hogy de, hogyha szeretném, akkor ez sikerülni fog. És akkor így szépen lassan tágítottuk, és egyszer csak ott álltam, hogy ott álltam az egyik színpadon, és operettet énekeltem, amit magam sem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. Nekem nagyon kellett szokni a színpadi éneklést, a koncertezést olyan szempontból, hogy nem volt partnerem a színpadon, tehát hogy azon kívül, hogy vannak a zenészek, de ugye mindenkinek van egy hangszere, a közönség a partnerem, egyedül vagyok, olyan egy kicsit, mint egy monodráma, és az, hogy elhiggyem, hogy az önmagában érdekes tud lenni, hogy egy ember áll és énekel. Tehát, de azért egy kicsit szerettem volna mindig is belevinni a színészi énemet, tehát hogy nekem is szükségem van rá, hogy legyek elég játékos, és ne csak egy énekes álljon a színpadon. Itt is megkeresem a szerepet, tehát hogy olyan érdekesen működik ez a színészi psziché, hogy azért keresem a szerepet, keresem valahol azt, ahol ki tudok kacsintani, vagy egy kicsit tudok humorizálni, vagy ahol játékos tudok lenni, mert ez is játék. Tehát persze nagyon komolyan kell venni, meg a gyakorlást komolyan kell venni, de onnantól kezdve, hogy az ember biztonságban van, vagy úgy érzi, hogy eleget tett ahhoz, hogy kimehessen, kiállhasson a színpadra, utána már tényleg csak a könnyedség a lényeges pont. Régebben ott kellett lennem egyedül az öltözőben, át kellett gondolnom, meg mindig darab válogatja, vagy előadás válogatja, hogy készülök fel, tehát mondjuk egy színházi előadásnál. De
Azt hiszem, hogy mostanság már inkább a pavlovi reflex működik nálam, tehát hogy reggel már úgy kelek fel, hogy tudom, hogy milyen előadást játszom, tehát valahogy benne van az agyamban, és a szervezetem, a testem és a lelkem valahogy hangolja magát, vagy nem tudom, rákapcsolódik, tehát annyira automatikus lett, hogy úgy az egész napomban benne van. Egészséges módon, tehát hogy nem zavarodom meg, vagy nem kattanok be, egyáltalán nem, csak valahogy egész nap történik, zajlik ez a rákészülés, és este felé, amikor már közeledem az előadás felé, akkor a legerősebb, és valahogy így, mint nem tudom, a síelő a kifutópályáról, hogy így kimegyek. A királyunk majd így szól hozzám, egy pap. Május 4 matul áliz a nap. Kérem, kérjen, és vízz a vágyat, Batmanra jobb, teljesítem, ha kegyed tőlem bármit kívül. Nagyon fontos állomás az Eliza a My Fair Lady-ben. Hát azért az egy komoly hangi kihívás is. Minden színésznek van egy alkata, és annak az alkatnak nem minden áll jól. És hogy arra kell egy kicsit vinni, hogy amit csinálsz, az, vagy hát amit én csinálok, az jól álljon nekem, de ugyanakkor adjak vele valami pluszt, ami engem is meglep. És az Eliza szerep az azért ilyen, mert hát egyrészt ugye beszélhetünk az elődökről, most itt, ha My Fair Lady-t emlegetjük, akkor egyből mindenkinek Audrey Hepburn ugrik be, akkor másodiknak Julie Andrews ugrik be, és akkor utána ugye a mi színésznőink, a Lambos Erzsi, Lehocki Zsuzsa, stb. Tehát, hogy szerintem mindenki átengedte a saját személyiségén. Tehát én azt gondolom, hogy persze Audrey Hepburn a csúcs, mert sokkal több emberhez el tudott jutni az ő játéka, ugye a film miatt, és mert volt alapból egy olyan személyisége, hogy annak nem lehetett ellenállni, tehát maga a jóság, finomság, a szépség, a stílus, minden, tehát hogy neki gondolom, hogy az elejével volt inkább problémája, mert ott a koszos virágárus lányt, aki így is imádni való, tehát hogy lehetne kritizálni, és lehetne azt mondani, hogy hát nem eléggé tré, vagy nem eléggé mocskos, vagy nem elég, de közben meg úgy a jó, ahogy ő csináltam. Elkezdtem nézni kákni videókat az interneten, hogy beszélnek, vannak ilyen nagyon jó oktató videók erről, és mondom, Jézusom, hát ez olyan, mint a palóc, vagy a vajdasági összegyúrva, hát ez valami nagyon hasonló, meg a székelyhez is, akkor egy kicsi ebből, kicsi abból, ez pont olyan, ezt lehetne úgy mondani. És úgy szépen pontról pontra megnéztem, hogy a szövegben hol lehetne ezeket a hangzókat kikerekíteni. A spanyol sivatagok síkján csapadék cseppen, csendben. Nem. Csináljam meg én? Nem. És ugyanígy tettek a kollégáim is, tehát például Magyar Attila, aki az apámat játsza, tehát mi úgy összehangoltuk ezt a beszédet, és ezért nagyon sok
pozitív megjegyzést kaptunk arról, hogy végre valakik megoldották ezt a problémakört, hogy beszéljenek. Tehát felvállaltuk tulajdonképpen ezt. Nem csináltam én semmi rosszat, csak az úrhoz beszéltem. Nekem jogomban van itt virágot árulni, ha nem foglalom el a járdát. Egy ártalmas jár vagyok! Isten engem úgy segély, hogy nem beszéltem én ezzel az úrral, csak azt most, hogy nem kére virágot. Akkor miért ármázol? Mi ez Jaj, uram, ne engedje, hogy bekaszlízzon! Ha nem árulhatok virágot, mátresznek a sorokra hátjegni! Szervét Tibor kollégám mondott egy nagyon jó dolgot a nyáron, együtt forgattunk, hogy az Eliza karakterét azt tudja igazán megformálni, aki inkább olyan típusú színésznő, aki Eliza már miután megtanul beszélni. Tehát miután királynővé válik, tehát hogy az a fajta arisztokratikus tartás, vagy nemesség kell, hogy benne legyen egy színésznőben, aki Elizát eljátsza, és onnan vissza lehet forgatni, tehát onnan már könnyebb lezülleszteni magát a szerepet. Hogy néz ki egy sűrű napod? Úgy néz ki, hogy a színházban reggel 10-től 2-ig tart egy próbafolyamat, kb. Egy szünettel. Akkor 2 óra után ebéd a színházi büfében. Hál' Istennek, nagyon jól főznek mindenhol. Úgyhogy, és akkor utána délután csinálom a dolgaimat, esetleg szöveget tanulok, vagy hát nem tudom, megyek a könyvelőhöz, vagy megyek bevásárolni, vagy akármi, és este vagy egy esti próba, vagy előadás, vagy koncert, a két próba között, vagy a próba és az előadás között még az énekórának is bele kell férnie, de hogyha nem fér bele, akkor... És mindenképp mennem kell, akkor van olyan, hogy a próba előtt megyek el reggel, ha éppen van a tanárnőmnek ideje. És mi a technikát, hogy regenerálódsz? Mivel szeretem, amit csinálok, és amikor jól csinálom, akkor az nekem már maga a regenerálódás. Van olyan, hogy nagyon nehéz neki menni. Jaj, nem, már megint ez van, már megint jaj. Tényleg, főleg akkor a legnehezebb, amikor mondjuk előző este vagy nem sokkal azelőtt volt egy nagyon-nagyon jó koncert, vagy egy nagyon jó előadás, és annyira erős az élmény, hogy az ember úgy érzi, hogy ezt csak elrontani lehet, de akkor is, tehát az jelenti a sikerélményt, amikor ezen felül tudok emelkedni, és akkor még azt is. Most valami mást próbáljunk ki ugyanabban a szerepben, most egy kicsit hangoljuk át. Mindig vannak nüanszok, amiken lehet változtatni. Érzem, mikor tudok őszintén megfogni valamit, és mikor vagyok fals. Tehát, hogy azt mindig megérzem magamban. Van belső hang? Persze, hát az nagyon erős. Tehát, hogy az tehát, igen, tehát nagyon hamar leállítom magamat, hogyha elindulok egy ilyen hamis úton. Te szoktál hallgatni egyébként népdalokat, eredeti, autentikus népdalokat? Persze, igen. Tehát azokról tanulsz? Ha kell, igen, akkor azokról tanulok. Hogy ismerkedtél meg a Söndörgővel? Egy színházon keresztül ismerkedtünk meg, ők játszottak egy Víg színházi előadásban, és aztán elhívtak egy koncertre talán vendégnek,
egy-két dalt elénekeltem velük, és onnantól kezdve nekem jött egy szabadabb évem a Nemzeti Színházban, és akkor kezdtek ők külföldön koncertezni, és szükségük volt egy énekesre, és megkérdeztek, hogy van-e kedvem elmenni velük, és volt kedvem, és volt éppen időm is, úgyhogy megtanultam pár délszláv népdalt, ami nagyon közel állt hozzám, és jól esett, ugye valahogy az orosz miatt, tehát hogyha már a népdalokról beszélünk, én az orosz népdalokkal kezdtem, tehát az volt, amit legelőször hallgattam, vagy hallottam gyerekkoromban anyukáméktól, nagymamámtól, és úgy éreztem, hogy ez a délszláv vonal, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit én tanultam, és hogy milyen érdekes lenne ezekkel a dalokkal foglalkozni, főleg, hogyha van egy ilyen jó zenekar, és elkezdtem tanulgatni a dalokat, körülnéztem, hogy mi mindent lehetne megtanulni, javasoltak ők is dalokat, a Söndörgő Együttes, és akkor volt pár olyan dal, amiről most már utólag tudom, hogy azok nagyon nehezek voltak, tehát hogy volt, hogy egy év kellett a megtanulásukhoz, persze már sokkal hamarabb énekeltem őket, csak el kellett tenni egy bizonyos időnek, amíg ez tényleg annyira feldolgozódik bennem, hogy tényleg ilyen nagyon szabadon tudom engedni magamat benne, és azt csinálok benne, amit akarok. Tehát, hogy voltak nehéz dalok. Zajdi, zajdi, yes, no. Amikor a Nemzeti Színházbeli Szent Ivánnéi Álom előadást elvittük Skopjébe, és ott volt az előadásban egy ilyen kis rész, ahol lehet improvizálni. És ott általában mindig énekeltem valamit, és tudtam, hogy a Zajdi Zajdi az egy ismert, hát vagy szerb, vagy makedón dal, tehát hogy erről mindig vitatkoznak. És azt elénekeltem ott, és akkora siker volt, tehát, hogy felálltak az emberek, és akkora ováció volt, hogy ez valami, tehát hogy magunk se számítottunk erre, és ez nagyon jól esett, és akkor már eltelt egy csomó idő, tehát hogy valahogy annyira belém égett ez a dal, meg annyira el tudtam engedni, hogy oda jöttek hozzám az előadás végén, és azt mondták, hogy ezt te honnan tudod, ezt még mi se tudjuk így elénekelni. És mondom, hát elég sok munkám van benne. Úgyhogy az nagyon jó élmény volt, de tudtam ezeket később is kamatoztatni, ezt a tudást. Szerintem te vagy az egyetlen színésznő most műsoron kívül, aki ilyen szinten tud népdalokat írni. Hát ez már érdekel. Szerintem az, hogy érdekel, izgat, és sokat foglalkozik. Tehát tényleg csak a belefektetett munka, meg idő, meg az, hogy érdekel. Mm-hmm.